Jó reggelt, Vietnám! Csácsú, mit csörtészt a szevasztok gyerekek! Hát megint hajnali 10 óra 43 van, én ilyen korán keltem, hogy itt már csináljam a kontentet nektek. Hétvége van, hát csapjuk bele a lecsóba. Figyeljetek, rengeteg komment érkezik, nemrég ment ki egyébként az előző videó, amiben a kerekeket teszteltük. Tök sok komment érkezik rá, és egy nézőm felvetette, hogy lehet, hogy az is befolyásoló tényező lehet, hogy milyen kerékmárkát használunk. Egyébként az előző tesztben minden egyik traktoron ugyanaz a márka volt, de ez adott egy ötletet. Meg kellene néznünk, hogy gyakorlatilag csak dekorációs célt szolgál az, hogy milyen kerékmárkát választunk egy aktuális traktorra, vagy pedig bármennyire is befolyásolja annak a menet tulajdonságait és tapadását. Ez nagyon érdekel, és meg ki fogjuk deríteni, hogy melyik a legjobb kerékmárka a játékban, mivel érdemes megvenni a traktorokat. Nagyon sok komment érkezik erre a videóra, az előzőre, ugye, amikor a különböző kerék típusokat teszteltük. Valószínű, hogy erre is fog, és arra gondoltam, hogy erre a kettőre, így akkor csinálok egy komment reagáló videót, úgyhogy ha erre a két videóra valamelyikére, erre vagy pedig ugye a kerék tesztelésre érkezett komment, az szerepelni fog egy videóban, mert nagyon sok komment jön, és úgy gondoltam, hogy ezt egy ilyen közös diskurzus elindulhat erről. Írtok kommentet, és akkor én azt próbálok rá reagálni, és próbáljuk megbeszélni, hogy vajon miért van az, ahogy vannak itt a dolgok a Farming Simulatorban. Na, nem húzom tovább az időt, hoztam ide gyerekek járműveket, megint ugye. Jaj, nagyon szépen, várjatok, nagyon jó, mert így meg tudom mutatni nektek, várjatok, megint le kell halkítanom, hogy komfortosan érezzem magát a keeper, mármint így saját magamnak így a játékot, oké. Hoztam ide nektek különböző kerékmárkákat. Gyakorlatilag fel is lehet fedezni rajtuk, ugye, a márkajelzést, így semmilyen körülmények között nem lesz keveredés. Én sorba raktam őket teljesen úgy, ahogy ebben a listában szerepel. És így fogjuk kipróbálni őket. Viszont még inkább kifinomultabbá próbáljuk tenni ezt a tesztet. És ezt úgy fogjuk elérni, srácok, hogy manuális, mert egyébként volt egy olyan felvetés is, hogy ami tök jogos, bár minden egyik traktor ugye az előző tesztben ugyanazokkal az esélyekkel indult. Viszont volt egy nagyon, nagyon jó felvetés az, hogy mi lenne akkor, hogyha manuális sebességváltót használnánk, és gyakorlatilag minden egyik traktor ugyanabban a sebességben próbálná húzni a súlyt. És ez nem lesz más, ez a sebesség, mint a legalacsonyabb sebesség. Ugye az egy ló sebességi fokozat, ami gyakorlatilag ilyen. Ebbe fogjuk ezután húzni a súlyokat. És így akkor nem kell gyakorlatilag tempomatot se használnunk, viszont használunk, csak nem kell beállítani sebességet, hanem ebbe az egy L-be fogjuk húzni a különböző súlyokat. És akkor így kiderül, így abszolút gyerekek, így abszolút ugyanazzal az eséllyel fog indulni az összes traktor, tényleg semmilyen módosító tényező nem fogja befolyásolni azt, hogy éppen mikor fog megrúgni, hanem konkrétan csak egy dolog fog számítani, a kerék típusa, vagyis inkább itt most a kerék márkája. Na, srácok, akkor berakjuk az egy elbe, ugyanolyan traktorokat hoztam, ugyanazzal a konfigurációval, ugyanazzal a motor teljesítménye, ugyanazzal a gumitípussal, kivéve a gumi márka változik ebben a videóban. Ide szépen beállítjuk ezt a csodálatos traktort, ezzel gondoltam, ezzel a súlyjal próbáljuk meghúzni. Én úgy érzem, hogy ennek az Ettore Cristallnak egy kicsit nehéz lenne az a kettő pót, és megnézzük a különbségeket, megpróbáljuk minél pontosabban lemérni. Ez úgy fog zajlani, hogy nem csak az ászlókat számoljuk meg, hanem így nagyjából meg fogjuk nézni, hogy a harmadik zászló egy harmadáig vitte, vagy éppen értitek, hogy mire gondolok. Na, akkor legalacsonyabb sebességi fokozat, egy L, egy lóba rakjuk és nyomunk egy tempomatot, és már mehet is a dolog. Csapjuk neki, gyerekek! Rohadtul kíváncsi vagyok egyébként. Én picit félek attól, hogy a kerékmárkák azok csak dekorációs célt szolgálnak ebben a játékban, de ugye ez nem biztos. Attól függ, hogy melyik szponzor cég fizetett többet ugye a Giantsnek, attól függően esetleg változhat. Ugye egyébként ez kinézetbe is változik, nem csak a feliratba, amikor váltod a különböző traktor
kerekeket. Nagyon jó. Egyébként ez szerintem így sokkal reprezentatívabb ez a felmérés, hogy egy bizonyos sebességi fokozatba próbáljuk, mert így akkor nincs abból probléma, hogy éppen mikor vált a traktoros, az automatika, és így ugye lehet, hogy egy rossz pillanatban váltás miatt megáll a gép, és akkor már ugye nem tud elindulni, így viszont így ki tudjuk próbálni mindenképpen tök pontosan. Nagyon izgalmas, megint nagyon érdekel ez a téma, hogy mennyire fog változni. Ugye van olyan kerék típus, vagyis kerékmárka, amelyik drasztikusan más mintázatú, mint például ez a tipik fenyő minta. Nagy gyerekek. Szerintem jó súlyt választottam, mert ez úgy nagyjából, ó gyerekek, milyen jó tud ez a kis zetor. 2, 1, 0, 0, 0, 0, oké, álljunk meg, és akkor most rettenetesen pontosan próbáljuk fölmérni, hogy mennyire sikerült ennek jól húznia. A gyerekek, ezt az oszlopot majdnem elérte, ennek az oszlopnak szerintem több, mint a felénél van, ugye? Mondhatjuk, hogy ennek az oszlopnak a kétharmadánál. Tehát akkor elkerült 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oszlopot, és akkor ezt így, hú, gyerekek, meg akarom mutatni, hogy ez hogy lesz, mert nagyon-nagyon pontosan kellene akkor ezt lemérnünk. Nyomok ugyanúgy egy kilépést, ugye, hogy teljesen ugyanolyan, hogy mondják, nagyon pagyarizkulat, ugyanolyan esélyekkel induljabb minden egyes részvevő, gyorsan indítom ezt, és akkor már is csinálunk egy olyat, hogy ugye nekünk van itt egy kis szép kis táblázatuk, és akkor az első kerékmárka az hetet, ugye, hetet tudod túlvédni, remélem hetet, bazze, hetet, hét, és egész, szerintem egy hét, 7,7. Ugye az azt jelenti, hogy gyakorlatilag a 70%-át túllépte az előzőnek. Ugye akkor 7,7 oszlopnyi távolságot tudott megcsinálni. Remélem, hogy 7 volt. Annyira be van izgulok, vagy egyszerűen nagyon durván. Ne haragudjatok érte, és már akkor már mehetünk is a következő traktorra, ami ugye a Michelin gumimárkával van fölvértezve. Hát nagyon kíváncsi leszek, ugye itt lesz főleg az izgalmas dolog, mert itt vannak olyan gumimárkák, mindjárt mutatom, ugye a Nokán az egy ilyen teljesen másfajta elrendezésű mintázattal bír. Egyébként ezek is változnak, nem teljesen ugyanolyanok, nyilván a mintázat hasonló, viszont valamelyiknek a mélysége nagyobb, valamelyiknek szűkebbek a minták rajt, vagy éppen mostagabbak. Oké, gyerekek, csapjuk neki ezzel. Akkor jön a Michelinünk. Majdnem ugyanazt leteszteltem, ugye? Itt a Michelinünk. Meg kell nézni, gyerekek, hogy nehogy véletlenül belekeverik. Igen, ő a Michelin. A Michelin babával fogunk menni. Szépen okosba. Ez a manuál váltó dolog, én úgy gondolom, hogy ez egy nem rossz dolog. Ez a dolog jó dolog? Volt ez a reklám, nem emlékeztek rá? Szépen okosba ráfogunk. Egy visszafele fokozat. Nem tudom, valaki játszik egyébként manuális váltóval? Egész kis kellemesen meg van csinálni, én azt mondom. Na, egy lóba. Ugyanígy szépen csak előre gördülünk, ugye? És akkor hajrá, hajrá! Remélem az elsőt jól írtam. Na, és akkor tempóvat egy. Vagy tempóvatba megyünk, ugye? Egy lóba. Szuper, gyerekek. De előbb ez nem ment gyorsabban? Mi ez a sebesség? Mi ez a fönforgás? Gyerekek. Nem tudom, itt ugye gyorsabban ment volna az előbb. Nem, srácok. Nem baj, lehet, hogy eldubáltam az időt ezelőtt, aztán azért tűnt olyannak. A Michelin gumival megpróbáljuk, hogy mit tud a kicsike. Egy lóba, okosba. Hát mi az, ez nagyon-nagyon akkurátusan. Ugye ilyenkor adja le a traktor a legnagyobb teljesítményt. Ugye az áttételezés ilyenkor a leginkább arra szolgál, hogy minél nagyobb súlyt húzzunk. Oh, gyerekek, nem mondjátok, hogy lesz változás a kerék, mint márkák között, mert akkor megbalondulok, hogy ez valóban így fog ez működni. Ne! Nem mondod!
Hát ha figyeljetek, ha az... Jó, még húzza, oké, húzza. Ne! Mi történt? Az a Michelin lekotkodált, gyerekek! Az elején! Hát én ezt nem hiszem el! Ez 90%-ig húzta ennek az oszlopnak, tehát 1, 2, 3, 4! Jézus Mária! Gyerekek! Mi történik itt Gyöngyösön? Mi folyik itt Gyöngyösön? Hogy lehet ez? Valamit vírjatok, hogy valami nem úgy történt, mint az előbb. Ezt nem értem. A Michelin gumi, bazze! 4. 4,9, ugye? 4,9, bazze, előre be kell írnom, mert elfelejti a gépből. Annyira íze, meg vagyok rökönyödve. Hát én ezt nem hiszem el. Ez komolyan 4,9-et húzott a Michelin. Jézus Úr Isten! Hát bazd, mi a franc van itten, gyerekek? 7,7-et húztunk a izébe. Az első és 4,9-et a Michelinnel. Mi történt itt, gyerekek? De ezt meg kell ismételni, ezt a tesztet, vagy nem tudom, mit csináljuk már, gyerekek. Na, és akkor jön a Continental, ugye? Mindig ránézek azért, hogy jól állítottam be őket, ugye meg lehet nézni, jó? A Continental feliratok? Ott a Continental feliratok. Ha csapjuk neki, bazze! Bazze, 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 bazze! Jézus Úristen, hát de nem gondoltam volna, hogy ekkora különbségek, drasztikus különbségek fognak lenni. Azt a betyár! A sárba! Ugye, amikor a leginkább igénybe van véve a gép. Ekkora különbségek lesznek. Hát én megőrülök, gyerekek. Na, egyel, ugyanúgy, ugye? Megőrülök, megőrülök. Mi történt? Mi folyik egy gyöngyösör? Na, gyerekek, ugyanúgy, beállítjuk. Szépen. Hármas gomb, Continental. Gumiabroncsokkal van szerelve. Az Eto Crystal HD 170-es. Szépen okosba beállítjuk egyenesbe, ugye? Így benézzük. Oké. És akkor már nem nagyon nyúlkálok a kormányba, hogy nehogy az befolyásoló tényező legyen. Mi történik? Mi folyik egy gyöngyösön, gyerekek? Mi folyik egy gyöngyösön? Ugye izében vagyunk, egy elbe, leginkább olyan sebességi fokozatba, ami arra van kitalálva, hogy a legnagyobb nyomatékot tudja leadni a traktor a kerekekre. Szépen okosba megyünk fölfele. A Continental gumiabroncsal. Picit kell korrigálnom, mert nem akarom, hogy balra elmenjen. Jó, oké, mehetünk tovább. Szép. Jó, 1 km per óra. Nem baj, oké, gyorsulunk, 2. Nem hiszem el, hogy van különbség a különböző kerekek között. Most aztán tényleg full reprezentatív ez a felmérés. Nem minden egyes dolog, minden ugyanúgy adó, ugyanazzal a... Bazza, nem hiszed el, gyerekek! Continental! Viszi mind az őrült! Én nem hittem, hogy van különbség a kerék márkák között. De itt nagyon megyünk, gyerekek! Kicsit kell korrigálnom, enyhén, nagyon enyhén, jó, semmi gond. Azt a betyár. Na, oké, leálltuk, jó, stop. Oké. Ez egy olyan, szintén 70%-ig húzta föl. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, és majdnem 7. Megnézzük még egyszer, tehát a hetediket, azt még nem. 1, 2,
3, 4, 5, 6. 6,7 gyerekek, ne haragudjatok, én beírom előre, mert el fogom. 6,7 oszloptávolságot húzott. Azért írom ugye a tízeset, hogy pontosabban meg tudjuk mérni azt a bőtját. Hát itt változások, változó dolgok vannak itt a dolgokban. Mit csinálok benne? Ki kéne lépni? Be annyira pörgök gyerekek, megörülök. 6,7, 7,7, 4,9, 6,7. Hogy az anyja, úristen, hát én nem voltam erre felkészülve. Most komolyan, nem ragudjatok én. Ezt a csodálkozást én nem megjátszom. Én egész végig azt hittem, hogy ezek csak dekorációk. De nem. Basza. Nagyon kíváncsi vagyok a nokára, ami ugye teljesen drasztikusan más mintázattal van megáldva a játékban. Arra nagyon kíváncsi leszek. De most ugye jön az a Wrandestein. Remélem, hogy jól mondtam. Wrandestein. Wrandestein. Bár ez valószínűleg inkább valami német gumimárka. Mindjárt rá is nézünk, hogy nehogy véletlenül 1, 2, 4, ez elvileg ez lesz. Ugye, igen, Wardestein. Megnézhetnénk így a mintázatát, nézzétek meg itt az oldalán. Tök jó, hogy más. Tök jó, hogy más. De azt nézem, hogy a Michelinnek tényleg kisebbek a redői. Nézzétek már meg! Az, aki a Michelin, figyeld! Nézd meg a Michelin-t! Nézd meg a redőméretet! Látod? Nem tudom jól látni. És akkor figyelj, nézd meg egy ilyet! De szerintem ez konkrétan ez Michelin-nek kisebbek a redői. Ennek jóval nagyobbak. Ennek viszont megint olyan kisebbnek tűnik, ez lesz ugye a mostani alanyunk. Szerintem ő kisebbet fog húzni. Báze! Van funkciója! Ez nagyon jó, mivel egyébként akkor érdemes, mondja nekem, nyomom a gázt, mint az őrült, azt elfelejtettem, vagy ezért vagyok. Nincs automata sebességváltónk. Durva! Úristen, én nagyon bírom ezeket a teszteket, nagyon-nagyon érdekes így belemászni, hogy ez mennyire változó. Más gyerekek, brutál. Brutális! Teljesen ugyanolyan körülmények között teszteljük a gépeket, gyerekek. Ugyanabban a váltóállásban, ugyanazzal a motorral. Semmi különbség nincs köztük. A tolajban semmi különbség nincs. Fogni. Akkor figyeljetek. Egy L, 3-es gomb. Nézzük ezt a Wrestein-et. Hát valószínűleg rosszul ejti a keeper. Elnézéseteket kérem érte. Kicsit beállítjuk a iránybarányt, úgy. Ő neki, mint hogyha picit kisebb lenne megint a kell. Nézzétek meg, hát konkrétan kisebb. Kisebbek a izé, mint a méretek rajta. Le van kopva róla valami, gyerekek. Emlékszem, Faterral szoktunk traktorozni, ő mindig izé volt, a harmányos. Ő neki az ilyen traktorgumi mintája úgy nézett ki, főleg az első keréken, hogy ilyen homorú volt. Ilyen homorú, mert izé volt. Ugye ő aszfalton szokott közlekedni, és így kopott meg. Ilyen volt. Majdnem, nem hogy teljesen egyenes, hanem szinte ilyen izé is. Homorú. Mert a közepe sokkal jobban kopott, ugye. Amikor így volt alapban, és akkor ahogy leért, mindig a közepe jobban kopott. És a két szélét meg így megmaradt. Na. Nézzük, mi fog történni ezzel. Én szerintem nem fog nagyot húzni. Ő neki, mint hogyha kisebbek lettek volna a mintái. Én nem gondoltam volna, hogy van különbség, bazza gyerekek. Bár ugye ezt most sárba próbáljuk, teszteljük, azt le kell szögezni, hogy ugye esélyes, hogy van olyan, hogy egy gumi típus esetleg egy más jellegű talajon jobban működik. Ugye lehet, hogy egy kemény, tömör talajon lehet, hogy jobban működik egy bizonyos típusú gumi. Na jó, ez itt megáll, gyerekek, nézzük akkor. Nagyon imád. Ha és nem húzott nagyot, igen. Hát ez tök látható volt. Na hát ez körülbelül feléig tudta elhúzni. Akkor 1, 2, 3, 4, 5. 5,5. Gyerekek, bocs, beírom előre, mert el fogom felejteni. 5,5. 5,5, gyerekek. Az van különbség. Van különbség. És eddig, nagyon kíváncsi vagyok, most jön a nokán.
Most jön a nokán, ami teljesen más. Én a nokámban vagy a nokán nagyon jó lesz, vagy a nokán nagyon szar lesz. Én erre a kettőre tudok gondolni, de most ez tényleg, mert nagyon drasztikusan más. Megmutatom közben, ugye. Megkapta az 5,5 pontot. Hát eddig a Trelleborg, vagy Borg, Trelleborg nevezetű fölni az, amelyik a leginkább nyerő. Most a Nokán jön, utána Mitas és a BKT gumigyártó cégnek a termékeit fogjuk tesztelni. Nagyon élvezem, komolyan. Én annyira örülök, hogy ezeket tudom csinálni, ezeket a videókat. De ez az egy plusz dolog, hogy ti is itt vagytok, de hát meg az a lényege, hogy ezt így együtt meg le tudjuk tesztelgetni. Nem is tudom, hogy van-e videós, már mi nem csak magyar, hanem külföldi, aki ennyire mélyen itt tesztelgeti ezeket a kérdéseket. Nézzünk egy izét. Nehogy belekeveredjünk. Hol van a felirat? Hol vagy felirat? Hol vagy? Ha ez volt a... És, ja, és hát a Nokánt ezt... Nokánt azt nagyon durván meg tudjuk különböztetni. Mert ugye, ennek őnek van ez a... Ez a nagyon, nagyon furcsa mintázatú gumija. Ez. Ez nagyon jól néz ki. Jó. Nagyon jól néz ki. Nagyon... milyen rendhagyó. Kicsit ilyen terrautókon szokott lenni, ilyen crossokon, meg ilyen, inkább ilyen uralokon ilyen jellegű gumi. De megint nyomom a gáz, mint az őrült, azt közben meg idejével. Olyan traktort hoztam egyébként, ez az, hogy most milyen traktort hozok, ez nem egy szubjektív dolog számomra, hogy most én ilyet hozok, hanem olyat kellett hoznom, ami körülbelül ugye feléig el tudja húzni a dombon ezeket a pótokat, mert ugye úgy tudjuk tesztelni. Valaki írta ezelőtt, hogy hát ez a súly, ez nagy volt ezeknek a traktoroknak az előzötti videóban. Hát pont ez volt a lényeg, mert hogyha ugye túl tudtuk volna húzni, akkor nem tudtuk volna összemérni őket. Az a lényeg, hogy minden egyes traktor álljon be, minden egyes gumitípus álljon be, úgyhogy ezt el is kell találni. Jó, akkor megint. Oké, és akkor jön a Nokán, ami nagyon-nagyon-nagyon-nagyon rendhagyó gumi a többihez képest. Nyomom neki akkor a tempomatot. Most ez vagy nagyon jó lesz, vagy nagyon szar. Kíváncsi vagyok. És tök jó, mert így, nem csak én, hanem ti is ugye el tudjátok dönteni, hogy milyen gumit raktok a traktorra. Nem csak az, hogy rakok ilyet, mert én a kontinentált szeretem, vagy rakok olyat, hanem meg tudjátok különböztetni őket teljes mértékben, hogy tudjátok ez után a videó után, hogy igen, ez a gumi, ez szar. Ez a gumi, ez jó. És hogyha például rúgtok, amikor szántatok is, ugye akkor is lehet ez probléma, vagy amikor kultiváltok, bár lehet, hogy száraz talajon is nagyon szívesen kipróbálnám ezt. Én nem félek ettől a Nokántól, hogy ez nagyon gyorsan el fog telleni. Mert ugye ez közé a apró mintázat közé még jobban be tud ülni szerintem a sár. Ugye egy ilyen gumit azt nagyon alaposan tesztelnek. Vannak a guminak olyan képességei, akár egy autóguminak is, vagy pedig egy crossguminak, főleg egy terepjáró guminak, hogy mennyire könnyen dobja ki magából a sát. Ugye nem csak az a lényege, hogy jól kapaszkodjon, mert akkor ilyen mintázatú lenne egy gumi. De hogyha ilyen mintázatú gumi, akkor nem jön ki belőle a sár. Azért van ilyen mintázata a guminak, mármint úgy értem, hogy hogy az egyes redőknek. Hú, gyerekek, ez eddig nem tudom eldönteni. Egész jól megyünk szerintem, egész kellemes. Hopp, megálltunk, hirtelen beállt a dolog, és ez pont ezt az oszlopot szerintem elkerülte. Nem, ez az oszlop, hát szerintem megadhatjuk neki azt, hogy ez elérte ezt az oszlopot, tehát akkor ez pont egész szám lesz, vagy mi a, egy, kettő, 3, 4, 5. Nokán egy 6-ost kapott. Hát a legelsőben mindenképp fogok egy újat is húzni, mert ez nekem nagyon gyanús, hogy ez ennyire jó lett volna. Nokán kap egy 6-ost, Keeper meg lép ki a dolgokból. Baszik, az elsővel kell egyet húzni, nem hiszem el, hogy az annyira jó. Most jön a Mitas és a BKT, ez a kettő van hátra már csak. Nyomunk egy karriert, ugye? Ugye, addig közben mutatom mindig, amit a
Közben mutatom mindig ezt a lehet sort. Az a Trelleborg az nekem nagyon gyanúsan sok volt. Azon lehet, hogy nyomunk még egy tesztet. Viszont látható, a Michelinnek valóban kisebb volt a gumi mintázata, és látható, hogy tényleg nagyon szart húzott. Nagyon szart húzott. A Mitas BKT. Az a baj, egyébként azt lehet, hogy gondoljátok azt, hogy a szántáson is tesztelgethetném. A szántás az ugye nem annyira homogén felület, ott befolyásoló tényező lenne egy olyan is, hogy éppen most a barázdába megyünk bele, vagy a barázdára állunk rá, vagy éppen hogy dobja meg a kereket, és ezért nem annyira akarom azt tesztelgetni. Jó, itt van akkor, és akkor, ó, passze! Ez szükebb! Ez szélesebb, gyerekek! Szerintem ez szélesebb kerekek, ugye? Ezek tudja, hogy szélesebb kerekek, gyerekek. A gyártók között, és ugye van valamelyiknek ilyen peremeit kívül, valamelyiknek nem. Mit az? Várjatok? 540, 65, R28. Ugye nézek egy gumiméretet, nagyon kíváncsi vagyok. Ez 480 per 70-es. Ó. 480 per 70-es. A Michelin az mi lesz? 480 per 70-es. 480 per 70-es. 28-as ugye a felméret. Viszont azt nézem, hogy ő... egy 540 per 65-ös. Ő elvileg egy nagyobb átmérőjű kerék. Balonosabb gumi. Szerintem, ja. Érdekes, nagyon érdekes. Mondjuk főleg a hátsó keréken látni ugye a különbségeket. És a Michelin az szerintem tényleg egy ideje volt. Az láthatóan kisebb mintázatú volt. A hátsó kerék is más lesz? 580 per 70. Ugye megnézzük, 580 per 70. És 35, 38 szolos. 650 per 65-ös. Nézzük meg, mennyi hely van itt. Aha. Ugye kíváncsi vagyok én itt a dolgokra, gyerekek. Aha. Hát szerintem nagyobb hely van. Van egy olyan érzésem, hogy ez nagyobb ez a gumi. Ez nagyobb ez a gumi, gyerekek. Ez a Mitas szerintem ez jól fog teljesíteni. Hát látni, hogy hátul is több széles. Vagy nem tudom, én vagyok én bak. Hát annál mindenképp, a Nokánnál mindenképpen szélesebbek vagyunk. A Nokánnál mindenképp szélesebbek. Hú, de izgalmas. Erre ezt nem is figyeltem fel, hogy gyakorlatilag gumiméret különbségek is vannak a bizonyos gyártóknál, a bizonyos gépekre. Ej. Ó, oh, milyen mélységekig tudunk bele menni ebbe a játékba. Pont tegnap néztem egy streamert, egy ilyen kisebbet. Néha így végignézem a kisebb streamereket, vagy nem a streamereket, hanem akik live-olnak. Farming rákattintok, és pont azt néztem, hogy azon a csodálkoztak rá a srácok, hogy koszosodik a gép. Meg a gumiba belevegy a sár. Ó, mondom, én meg itt már izélek, gumiméreteket elemzek, meg ilyen hülyeségeket. Épp balfék. Oké, akkor megyünk ezzel. Én szerintem ő jót fog húzni. Halál, komolyan, most nagyon olyan érzésem van. Csapjuk neki, gyerekek, a Mitas gumi, ami konkrétan szélesebb, mint az előző, biztos vagyok benne. Ó, oh, hát ez nagyon izgalmas. Én nem gondoltam, hogy ez egy ilyen érdekes, izgalmas videó lesz, hogy ennyire durván befolyásoló tényezők léphetnek fel így a... Ezt öcsönjem, hát ez megőrülök, hallod? Megőrülök, hogy még vannak ebben a játékban. Hát. Jó, oké, csapjuk neki, körülbelül egyenesen megyünk ebbe a barázdába, szépen vagy ennek a barázdának a szélén. Nagyon jó, nagyon jó! Rohadt kíváncsi vagyok, most aztán megyek hazudtal ugye, hogy a szélesebb, nagyobb átmérőjű, nagyobb gumik nem fognak jobban szerepelni, akkor az meg fogok rökönyödni, de én úgy érzem, hogy jó úton haladunk, hogyha 1, 2, 3, 4, most jön az ötödik, jó, hát a Michelin-t azt már most lenyomtuk, az 4-9-en volt, ugye? Na gyerekek,
Nyomjad neki! A Mitas Scooby gyerekek. Ő milyen gyártmány? Milyen gyártmány, amit ez ilyen olaszos neve van, bár biztos rosszul tudom. Gyerekek, hát ez eddig jó. 1, 2, 3, 4, 5. Most vagyunk a hatodiknál, most vagyunk a hatodiknál. Kicsit korrigálok, hogy merre húzzad. Ha, jó, jó, húzza még, húzza még, húzza még, menjél, menjél, menjél! Menjél! A hetedik, most jön a hetedik! Mindig egy kicsit jobbra korrigálom ám közben. Az is nehezíti itt a dolgokat. Jó, hetedik. Gyerekek, a hetediken vagyunk. Szerintem az pont így beért, megadhatjuk neki a hetest, de mindjárt összevetjük az oszlopokkal. Hát gyerekek, ilyen, ami megállom az ötöst, inkább ide, minden, inkább ide 6-9, ugye? De nézzük, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jól néztük. Figyeljetek, mit ezt megkapta a hetest, ami a második legjobb eddig. Oda jó, oda jó. Na, itt látjátok egyébként a sort, én addig lépek ki. Bár nem, én úgy lépek ki, hogy lássátok, hogy mit csinálok, nehogy azt higgyétek, hogy bármit csinálok, mint a más mentést töltök be, vagy valamit. Bár miért elveled, de saját magamat is átverni, meg nem támogat egy gumigyártó sem, hogy jobban hozzam ki, ugye? Hogy jobbnak hozzam ki. A legelsővel viszont húzok még egyet, nagyon félek tőle, hogy ezt rossz váltó fokozatba vittem. Miért csinált a legelső 7 hetet? Azt nem tudom megérteni. Jó, oké, közben akkor nézzük meg. Igen, a BKT van utoljára, én a Trelleborgral fogok egyet még húzni. Trelleborg nagyon túl jó lehet. És akkor a Michelin nagyon kaki lehet. No, jól gondoltuk, hogy a Mitas az jól fog húzni. Viszont a Michelin egyszerűen fizikailag is látható, vagyis optikailag látható, hogy nem, nincsen nagy mintázata. Meg ez, hogyha párosul egy olyan, de ahogy... Ó, tök jó. Nekem ez, most nagyon boldog vagyok ettől, hogy ez is nem csak dekoráció. Ez is tetszik. Na nézzük ezt a kereket. Mit tudunk erről mondani? Hát ez egy 540-65-ös, az megint egy teljesen más... 540-65, nem, ő is. 540-65-ös, R28-as. Hát ezzel még ugye csak a gumiméretet fogjuk megtudni. Egy csomó minden változás lehet, ugye? Nagyon tök jó. És milyen érdekes mintázata van, hogy belül ennek még van egy ilyen plusz dolog, ami szerintem, hogyha józan paraszt észszel, tényleg azt mondanám, hogy ugye minél kisebb a felület, annál kisebb a tapadása például a sárnak, és az szerintem azért van az a három kocka ott bent, hogy kevésbé tapadjon meg talán a sár, és könnyebben kidobálja, ugye? Mint egy nagy lapos felületen, bent ott egy nagy lapos felületen. Ahogy tök jó, még máshogy is hajlanak ezek. Nézd meg, ezek sokkal vékonyabbak a redők, ezek sokkal szélesebbek. Itt viszont van egy olyan belső három darab lamella a gumin belül. Nagyon király. Na. És ez is jó széles egyébként, ez is jó széles. Itt nagyon izgi, nagyon izgi. Viszont ez a, nem tudom, ez a manuál váltó, ez lehet, hogy egy tök jó használható dolog lenne. Lehet, hogy fogom használni, majd gameplayekbe is. Lehet, hogy többen gondoljátok, valószínűsítem. Többen azon gondolkoztok, hogy hát miért nem csinálok már normál sorozatot FS25-ből. Hát megmondom őszintén, még várok egy kicsit, hogy esetleg jöjjön ki valami. Tudom, hogy vanillával is tök jól el lehetne szórakozni. De tudjátok, hogy milyen vagyok. Valami jó kis izgi map. Lehet, hogy jobban feküdne nekem. Na, egyel, gyerekek. Nézzük meg, hogy mi fog történni. Nyomunk egy hármas gombot, azt már veresse is neki. Itt a veres egy házi. Az nem tudom, honnan jött. Az ilyen mémként rám ragadt. Múltkor Viola Bence is szerintem pont, amikor ezt mondtam, ő is használta ezt a csodálatos kifejezést. Ja, ezek egyébként tele vannak mindig nyilván. Ez nem is tudom, 43 ezer liternyi méz.
43 ezer liternyi. Nem, szilárd műtrágya. Picit állítgatom a kereket. Nézzük, hogy ez megy. Ez is az úristen, ez is nagyon... Nagyon durván be. Benyűjtte a sár, gyerekek! Nagyon durván begyűjtte a sár. Ura, gyönyörű egyébként. Annyira tetszenek ezek a dolgok. Olyan csodálatosak. Na, hát adjuk neki, figyeljetek, elengedte a keeper. Elengedte innen. Aztán nézzük, hogy mi fog történni. Hogy melyik gumi mit fog húzni. Izgalmas, izgalmas. És lehet, hogy a tényleg az egelsővel fogok még egyet húzni, hogy nem véletlenül rossz váltóba raktam. Hogy el nem tudom képzelni. De ez meg még mit húz bazd a gyerekek? Ja nem, jó, azt hittem, hogy már fönn vagyunk. Kicsit így ebben a néletben olyan hatást keltett. Szegény Dolly széje szakadt bazd-e. Szenvedési van! Kicsit kell korrigálnom, az a baj, hogy ne térjünk el az egyenes iránytól. Mert akkor ugye nem lenne reprezentatív. Látjátok, hogy pöccögtetem kicsit a kereket. Hajrá! Tudjál neki, Jani, Sanyi. Gyerekek, az egész rendületedül megy fölfele eddig. Ebből bíztam egyébként ebben a BKT-ba. Jó, elfogytunk, bazze! Már csak ássa magát a bőrda. Jó, nézzük, hogy mi az. Mert ez pont elhagyta, úgy látom. Ezt az oszlopot. Ja, egy ilyen... Ez plusz egy. 11. 2. 3. 4. 5. 6. 7,1 gyerekek, ez nagyon jót húzott, ez a, följött a második helyre. 7,1, kilépek aztán, akkor be is fogjuk rakni. Biztos, igen. Jó. És akkor legelsővel én húzok még egyet, mert az volt a legjobb. És nekem az nagyon gyanús, hogy miért volt az a legjobb. És közben, akkor kitöltjük a kis táblázatunkat, ami azt jelenti, hogy 7,1. 7,1, följött a második helyre, a Trelleborg 7,7-tel vezet. A Michelin nagyon-nagyon szarul teljesített, a Mitas jó volt. A Nokan ezzel az új stílussal, lehet, hogy egy bizonyos más típusú talajon jó teljesít, annyira nem volt rossz. A Continental is jó volt, viszont a Michelin, meg ez a Vredestein, ez nagyon nem adta nekem. Most mindenképpen húzok egyet a Trelleborggal, hogy azzal nem valami, nem tudom, nem cseszte be valamit. Érdekes ez a Trelleborg. És ezt megvizsgálom, ezt a kereket. Ez 480 per herfeles. Hogyha úgy van, mint az autóknál, akkor ugye a 480 a szélesség, a 70 az meg ugye a szélességnek a százalékban megadott magassága. Ugye a perjel után, ugye, ekkor gyakorlatilag látod, hogy ezek ugyanolyan szélesek, ez is ugyanolyan széles, ez is ugyanolyan széles, ez is ugyanolyan széles, viszont hát ezen hol vagy beze? Van egyszer 480 per, ha ennek ez magasabb viszont. Ez 540, ezek szélesek, az 540-esek azok szélesebb gumik. Viszont ez egy tök standard. Kicsit olyan nagyon-nagyon harapós a mintázata a guminak. Nagyon harapós. Ilyen jó, nagyon éles. Kicsit olyan, mint hogyha kevés textúrából, vagy kevés poligomból készült volna el. Na itt nyomunk egy tesztet, gyerekek, erre most nagyon kíváncsi vagyok. Ezzel kapcsolatban, hogy nem csesztünk el valamit, ha nyomunk ezzel egyet mindenkit. 7,7-et húzott ezt, azt lehet, hogy rosszul írtam, lehet 6,7 volt az mi. Csak az a baj, nem tudom visszanézni, ne haragudjatok, hogyha ebbe tévedtem, akkor majd a komment szekcióba helyesbítem, jó? Egyel? Hát bazze. Most erre kíváncsi vagyok, hogy ha ez megint nagyot húz, akkor konkrétan valami itten csinobli van.
Na csapjuk neki egyel, oké. Aztán menjen, menjen. Hú. Azért ebben húzom ugye ebbe a sebességi fokozatba, mert itt tényleg itt adja le a legnagyobb nyomatékot a gördbe. Oj, ne! Oj, ne! Nem reprezentatív, jó. Kilépek, rossz gombot nyomtam, rátenyerültem a izére. Jaj! Még itt az izgalmak még a tetőfokára hágnak a végén. Bocsánat, rányomtam az elbetűre. Innen nem akarok elindulni, mert teljesen nem lenne hiteles, ugye, a mérési eredmény, mert már mozogtunk. Mozgásban volt a traktor. Újra elindulni már teljesen más lenne. Úgyhogy legyen pontos a mérés. Bocsi gyerekek, nem tudom, hogy miért sikerült el rányomnom. Izét akartam nyomni ugye D-t, hogy kormányzok egy icipicit, erre meg kiment. Hát hogyha ez kb. Ugyanazt az eredményt hozza, mint a legelső húzásnál, akkor mondhatjuk, hogy a félmérésünk egész pontos. Hihetetlen. Azt akartam azt a címet adni ennek a videónak, hogy csak dekoráció, vagy van funkcionalitása. De nem azt a címet fogom adni, hanem azt, hogy melyik gumimárka a best, vagy a legjobb. Nem tudom pontosan, hogy fogom még fogalmazni, de újra kellett gondolnom ezt a kérdést. Hármas gomb, egy elbe vagyunk, ugye? Hadd menjen gyerekek, váltjuk kb. Egyenesbe, így egy kicsit jobbra. Egy kicsit balra akarnak mindig orientálódni a gépek. Ezt azért itt mindig korrigálgatom jobbra őket. Így, jó van, oké. Na gyerekek, húzi van. Nézzük, hogy mennyinél vagyunk. Egyes, kettes, hármas oszlop. Most vagyunk el a hármas oszlopon, hozzá se fogok érni, komolyan mondom. Egy, kettő, a hármas oszlop, most jön a négyes oszlop. Jó, egyenesen megy, oké. Okay. Egy, kettő, három, most jön a négyes oszlop. Szuper, nagyon jó. Meg van a négyesünk, ugye? Négyes oszlop elkerülve, most jön az ötös oszlop. Megyünk, megyünk. Ötös oszlop elkerülve. Eddig bazze, nagyon jól megyünk. Nagyon jól megyünk, én úgy érzem. Hatos oszlop elkerülve. Megőrülök! Izgulok, bazze, komolyan mondom. És ugyanúgy el fogja kerülni a hetes oszlopot, meg fogok őrülni. Nem, jó. Jó. Figyeljetek, 6,7 szerintem. Lehet, hogy akkor rosszul írtam be. Mert ugyanúgy. Várjál, így. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6,7, akkor lehet, hogy rosszul írtam be a legelsőt. Nem tudom sajnos visszanézni, ne haragudjatok rá. De akkor 6,7-et húzott másodikna, és lehet, hogy az is volt a releváns adat, csak én írtam rosszat, ne haragudjatok akkor érte. Tehát 6,7-et húzott, és lehet, hogy a 6,7 volt a jó. A Michelin viszont, fú, jó, oké. Okay. De a végeredménye nagyon nem módosít ez az egész. Ugye az első, gyakorlatilag amit alapba felajánl a játék, az a Trelleborg, ez egy nagyon jó, gyakorlatilag best választás lehet. A Michelin az egy nagyon szar választás ebben a játékban, hogyha sáros terepen begondolkozol. A Continental szintén jó választás, ez a Vredestein, ez megint egy kaki. A Nokán érdekes az új koncepciójával, ez a gumi mintázattal, ez se az igazi.
Bár nem rossz, a Mitas az nagyon-nagyon jó, és a BKT nagyon jó. A Mitas és a BKT, viszont a Mitas és a BKT-t ugye a, nem szabad elfelejtenünk, hogy a Mitas és a BKT azok nagyobb, nagyobb gumimérettel is vannak megáldva. És ez tök jó, mert akkor hiteles. Ugye ez 540x65-ös, és ez is 540-szer. Tehát ez a kettő, ez szélesebb gumi, mint az összes többi. Ugye ezek viszont szűkebb gumiabroncsok. 480-sok csak. Úgyhogy 480 mm szélesek, valószínűleg akkor úgy van megadva itt is. Ez meg 540, azért az a pár milliméternyi dob annyit, hogy jobbak legyenek ezek a gumiabroncsok. Igen. A Mitas és a BKT. Ez a kettő lett a nyertes. Hogyha választotok sárba, terepen, ez a két gumiabroncs a legjobb az összes közül. Ami tök jó, srácok, mivel hogyha belegondoltok, meg is nézzük, hogy melyikre raktuk. Ugye ez volt az Etor, ugye? És itt is látható, hogy mennyire különböznek ezek. De látható is, hogy a Mitas, látjátok, hogy az már egy szélesebb. Igaz, hogy... És nagyon izgalmas, mert tényleg a Mitas és a BKT a drágábbak. 2000-rel drágábbak, a többiek azok meg egy árban vannak, ugye? És nem véletlenül azért, mert a Mitas, és ezt eddig észre sem vettem, mert a Mitas és a BKT azok gyakorlatilag szélesebb gumiabroncsok. Ez nagyon jó, ez nagyon örülök, hogy ezt leteszteltük, érdemes szerintem megvenni rá a BKT-t vagy a Mitas-t. Tök jó. Ez nagyon izgalmas volt, én nem gondoltam, hogy ez ennyire izgalmas lesz. Ha az legelső mérést azt rosszul számoltam, akkor a komment szekcióban megnézitek, akkor azt helyesbítem, de ugye levértük újra. A Trelleborg gyakorlatilag az olcsók közül a legjobb, a drágább, meg érezhető a Mitas és a BKT-nál. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, írjátok le esetleg, hogy milyen videókat szeretnétek még, aztán mindenképp akkor folytatás következik, hogy milyen teszteket, mit teszteljünk le. Nagyon szeretnék teherautókat tesztelni, és valószínűleg, hogy csinálunk olyat, hogy melyik a leghatékonyabb kis traktor, melyik a leghatékonyabb nagy traktor és közepes traktor. Jók legyetek, köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!